Hármas szabály. A maga nemében páratlan. A nagy kérdésünk még egyszer a mai műsor utolsó órájára, ha véletlenül az előző keringőre való felhívásról lemaradtatok volna, tehát a nagy kérdésünk az az, hogyha adatik ez a hipotetikus helyzet, hogy megjelenik az ex szerető, tegyük hozzá az ajtó között, és egyszer csak becsönget, akkor mit csinál a férfi, illetve mit csinál a nő? Ki hogyan reagálja ezt le? 0726 71 99 66, lehet nekünk akár regéket is mesélni, konkrétan megtörtént helyzeteket megosztani velünk, akár név nélkül is, tegyük hozzá, de tényleg kíváncsiak vagyunk arra, hogy ki hogyan reagálna ezt le. Endre? Én nem rendeltem pizzát. Ez elég, ez ennyi? Kész? Gáta, ez elég, ki tudnád magyarázni? Attól függ. Na most azért tegyünk fel néhány részletkérdésre is, már tegyünk fel részletkérdésre, adjunk rá választ. Melyik ex? Mert ez szerintem mindent is így sarkából kimozítja, mint Galilei az univerzumot. Tehát, hogy van az az ex, akinek tényleg azt mondott, hogy nem rendeltem pizzát, és csukod vissza az ajtót, de van az a másik ex... Gondolkozol ez azt, hogy hova tüntessed el? Igen, nagyjából hogyan tudna lemenni a terasz ajtó negyedikről, hogy levigye a szemetet. Jó, nem akarunk ennyire gonoszak lenni. És ne jöjjön vissza az elkövetkező 3 órában. Nem akarunk ennyire gonoszak lenni. Csak 3 óra? De tényleg nem mindegy, hogy melyik, na. Nem, legalább 10 percet mondtam, na. Na, ez biztos, tehát ez dicséretre méltó, Bence, úgyhogy már is meg vagy dicsérve. A román néplélek finomságából kiindulva hadd mondjam, az Ecce Minute Kuduscuto című örökzöldet. Nagyon románosra veszed a figurát. Tám, ez van. Minden úgyis... műsor téma kapcsán egy jó román népi bölcsességet már bedobtál, veszed ész? Figyelj, aztán holnap majd jövök, nem tudom, a japánokkal. Aha. Csak az a baj, azt mondom, hogy ez kínai volt, mindegy. Az se volt egyébként, Jézus Mária. Na, nem tudom, mit csinálsz, becsukod az ajtót, de marha gyorsan, illetve szerintem még most már abban a korban vagyunk, szia, igen, gyere be, igyál egy kávét. Aztán, tudod, itt a reakciókon is múlik. Én csak azt ismerem, hogy a nők hogyan reagálnak egymásra. Van egy ilyen, hogy tehát ilyen lányok felteszik a kérdést, aktuális pár mondjuk a régiről, hogy ez ki? Akkor igen, van ez a... Nem. Ez ki? Van a ki ez? Aha. És akkor van ez a ki ez a nő? Ezután van egy negyedik, amit nem tudok rádióban mondani, ki ez a, és innen már megint K betűvel folytatódik, akkor tudod, hogy bajban vagy. Vagy lehet, hogy jobban leszel értékelve aznap, mert felmerül a gondolat, hogy elveszthetővé válsz. Jaj, hogy pont azt, aha, ez font, csak egy férfinak juthat eszébe az ilyesmi, hogy belőlünk nőkből mondjuk pont azt az érzést hozza ki, hogy egy kicsit elkezdjük félteni, a már jól bejáratott, a már jól megszokott, és egyébként biztosnak gondolt és vélt társunkat. A franc karikát, az ügyesen domestikáltat volt be, erről van szó. Így van. Már berakja maga után a szennyesbe az okniát. Megy nem hagyja a nagy szoba közepén. Ez a prioritás. Vald be, vagy szint. Nem. Igen, már szint. Annyi munkám van ebben a férfiban. Miért nézi azt tűnjön a másik el az a hárpia az ajtó igen közül, mert én ebbe igen éveket fektettem. Most ne arassa le a pálmát. Kijön lassan. De így képzeltek el engem, ha ott van az ex az ajtóban? Nem, hogy jön itt nekem egy miniben is, elveszi a kész férfit. Jaj, nem. Hát mi ez itt? Nem, na szörnyű, nem így reagálnék. Jó, na értem, persze. Viccet félretéve, a helyzete szerintem azért válogatja, hogy mégis milyen reakció van. Van, amikor már annyira régi a történet, hogy tényleg nyugodtan lehet egy kávét civilizáltan meginni utána. Van miután? Naívja. Még hát fel is igen, teszi hát a kérdést. De fontos kérdés. Na hát már bocsásd, világ, de nekem is ez jut először eszembe, hogyha már ilyen jó baráti viszonyok ki tudnak alakulni egy küszöbön állás közepette, hogy felnőttek vagyunk, érettek vagyunk, mindannyian is igen, hozzáigazottunk ahhoz, hogy ez normális emberi hangnemben, normális emberi reakció közepette, blá, 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 blá. Te se hiszed. Persze, hogy nem. Na, a szóval következő ez... lépés, állj meg, na hát kérdezzem meg, amit akarok. A következő lépés az az lenne a te olvasatodban, hogy akkor igen, mondjuk kiugrunk 3 órát, és akkor miközben az asszony kavargatja fakánállal az épp fincsi ebédet hármatoknak, aközben a másik hölgy épp összeszedi az oknidat az ágy mellől, és lazán a szennyes kosárba dobja. Úristen, neked semmi dolgot. Igen, erre is vigyázni kell egyébként. Így képzeled-e? Komolyan? Nem, egyáltalán nem. Én azt mondom, hogy ezt most a mafiózó terminológiában azért megnézve,
vannak elvaratlan szálak, és vannak ugye végleg elvart szálak az ember életében. Az mafiózó megoldásban beton és veder is megy a halakkal vacsorázni, ez egy másik történet, az elvart szál a mafiózó filmben. Lábad belerakják a vederbe, beton töntenek rá, megvárják, hogy megkössön, bedobnak az East Riverbe New Yorkban. Hogy elbonyolítják? De van tényleg, van az a kapcsolat, ami tényleg egyszeres mindenkor a véget ért. Ha be is kopog, még mindig a véget ért állapotában van. Jaj, na, hát végül csak komolyan veszed ezt a mai témát. De nem azért mondom, azért a férfiaknál működik egy ilyen, ezt néha az egyik haverinál fogalmazta meg nagyon jól, hogy Pasas azt mondja, hogy nem, az nem lehet, az nem igen, az nem. Tehát, hogy amikor azt mondja, ez ennyi volt, szerusz, akkor az annyi volt, és szerusz. Igen, de bölcs a te kedves hölgy ismerősöd, mert nagy igazságot mondott ki, de ennek egyetlen egy reális oka van, hadd fordítsuk, akkor tényleg kicsit komolyra a szót. Az a helyzet, hogy olyan szempontból vagytok ti férfiak talán picit lustább, de nem a szó rossz értelmében, hanem ja, nem is a lusta, a kényelmes a jó szó, hogy kényelmesebbek, mint mi, hogy ti nem feltétlen, nem szívesen vállaljátok fel azt az érzelmi rizikót, ami azzal együtt kell járjon, hogyha azt mondod a végén, hogy pont és gátá is, ágyű és kutya világ. Nagyon nehezen hozzátok meg ezt a döntést, még nehezebben mondjátok ki. Tehát amikor már rég érzitek, hogy ez gajra futott, az és ez elúszott. Igen, akkor utána van egy éves periódus. Igen, és aztán, hogyha a nő még mindig bírja a türelemmel, és akkor már még egy fél évig gyűjtöd az energiát, hogy megeszem a pudingot, és utána azt mondom, hogy szerusz. Igen, igen, és aztán egyszer csak 3 év után megtörténik esetleg a pillanat, amikor a férfi mondja azt, hogy pá, és nem. Igen, és még ezután is képesek vagyunk, és van vastag bőr a képünkön, ezután húzavona után, minden után azt mondani, hogy maradjunk inkább csak barátok. Jaj! Őszintén. Elhiszitek, hogy életemben egyszer hallottam ezt a mondatot. Komolyan és viszonylag felnőtt fejje voltam már, tehát úgy fel tudtam fogni nőként, hogy mi történik bennem és körülöttem a világban. Én nem gondoltam, hogy ez ilyen ciki, ilyen kínos, ilyen gáz. De hát ezt hallani... És nem nyerítettél fel. Hát ne, de esküszöm, a szavam elállt. De tényleg, tehát én, aki mestere vagyok a kommunikációnak, így maradt, hogy... Igen, nagyjából így. Mesterem, csendben ültél. Azért egyébként, azért jó ez a mondat, mert mire felúcsúdik a másik fél abból, hogy mi is hangzott el, már a harmadik ajtó is be van csukva és lakatra zárva mögötted, így a meglepetés erejével akkor gyorsan el lehet surranni. Ezt nem értem. Ezt mondd el, Lici, mert nem értem, hogy azt mondani. Azt mondom, hogy maradjunk inkább csak barátok. Jaj, hogy el is sipírc, ugye? Aha, tehát azt gyakorlatilag a férfiak, nem igaz, hogy nem létezik teleportáció. Egy ilyen mondat utáni, látod, hogy az előbb még itt volt egy tized másodperc, légneművé vált a büszke erős férfi, mert ilyenkor azért valljuk be, úgy futunk, mint a nyúl. Igen, de tényleg, az érzelmi zuhan, pláne amikor a nő elkezd zokogni. Van olyan, hogy tényleg hangosan felzokog. Könnyeket nem várunk meg. Nem, ez alapszabály a férfi új létezés. Nem, megvárjuk, de úgy jöttek, hogy fejezze már abba, basszuskos, nézed az órát, majdnem csúnyát mondtam, de egyébként gondolatban a csúnya szó lenne. Nem igaz, nézed most veszi a harmadik papír zsebkendőt. Igen, és akkor tehát az a baj, hogy ezt ilyenkor mind emberi lényekről beszélünk, és igaziból nagyon nagy szemétség, de az összes pasas így van kábelezve, hogy a bőgő nők látványára olyan rossz, mit szólsz, miért működik az, hogy a rendőrnek elsírod magad nőként, és elenged a pasasi, nem érdekel, de nem volt az autónak ITP-je, nem volt biztosítása, átment a zebrán, előzött, két gyalogost elütött, de zokog, menjen a francba! Ezt megjegyzem magamnak, tehát a mindenkori zokogással, ha pasasról van szó, a másik oldalon ki tudom vágni magam? Ha csak nem a másik működik, csapatban igen, játszik. Ha már exeknél tartunk, biztos, hogy nem hallgat az exem, nem élek. S ha igen, bocsi. Nem itt lakik, na de. Mindegy, ő volt az, hogy még az én autómmal közlekedett valamerre, és megfordult az áruvonalom. Hát ezért ugye normál körülmények közt ugrik a könyv, de és ilyenkor jön be a nő, hogy abba a percben elindult a csap. Tehát amikor a rendőr oda ment, akkor már jöttek a könnyek, és mondta, hogy de ez a barátom autója. Mint hogyha azt számítaná, nem az autót veszik el könnyörgő. Ez volt az érv? Igen. Tehát azért... Respekt és tisztelet. Jó. Mondtam magam, hogy engem tátta, engem úgy könyv nélkül hagytak volna, utána 3 hónapig görkocsaja, bármi egyéb, ez a Domnu Pieton, mondtam, hogy dada, hi. Hát lemlem, 30 pluszos. Na, ma nagyon románul beszélek, bocs. Tanul az ember, Jánya, köszönöm szépen, hogy ezt megosztottad, Bence, nagy tanulságok, ezután, ha rendőrbácsik esetleg zokogó kincsöt láttok, akkor abszolút ne gondoljatok semmi rosszra, figyelem, mindent is törvényesen követtem. Rendőrnőkkel nem működik. Azt gondoltam. Ott, akkor még nyalják a ceruza hegyét.
Igen, ez, meg, hogy ez az, az ex-emnek a csaja, az is ilyen volt. Mi a helyzet, ha rendőrnő, és mondjuk ti vagytok a sofőrök? Tehát férfi sír neki, mert nem, szerintem... Nem, működik. Szerintem igen. Nem, tehát... nem igaz, tehát szerintem a férfi... Figyelj, a nő fejében a férfi archetípusa mit kíván meg? Azt kívánja meg, hogy egy ilyen érzelgős bőgő masina, ne. Vagy egy a sármőr. Hát a pont... sármőr működik, hogy... Ne. De pont ez az, tehát, nem. Amilyen gyönyörű ön, még az is belefér, hogy megbüntet. Jaj, nem, na. Nem, 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 nem. Tehát ezzel szerintem... viszont lebecsülöd alá, és le is nézed a nőt ezzel. Igen. Mi? Igen. Azért, ezért. Annyira szép ön, hogy még a büntetést de is elviselem. De hogy lehet őszinte egy bók, amikor már a kezében van a könyved? Tehát érted, hogy mit a nem logikus történet? Amikor az ő kegyelmén múlik minden, akkor kezdesz el utána? Hogy énekli a dal, hogy Mr. Alkohol, te mindig hazudtál? Na ez a pillanat lenne, amikor azt mondom, lebuktál. Tehát ez nem lehet. Ha mondjuk látod, hogy egy rendőr valahol áll, és egyenruhában is minden gyönyörű, minden... Júj, basszus, ezek az új egyenruhák azért nagyon ott vannak. És te félrehúzol, és legálisan parkolsz, kiszállsz, és odamész, és azt mondod, hogy köszönjük, hogy a közt szolgálja, és hogy vigyáz a rendre, nagyon jól áll maga önön ez az egyenruha, viszontlátásra. Hazavihetne, és megbilincselhetne, gondolja Endre. Nem. Neked is feltűnt egyébként, hogy jobb az új női egyenruha? Én gondoltam, megvárom, amíg ezt itt lemeccselitek egymás között. Nem, a sarokba szorított férfi ne bókoljon. Nem. Ne, ez alapszabály. Egyébként a másik alapszabály meg, hogy pontosan, ahogy te mondtad, Bence, tehát miközben az alfa hímeket keressük, egyfeszt, meg vonz a sárm, meg az erő, meg a minden, ami együtt jár a maszkulin létezéssel, aközben azért olyan pillanatok alatt összetörünk, így kicsi érzelgőseg leszünk mi is, amikor pont, hogy egy ilyen kaliberű férfi embert meglátunk sírni. Az mindig működik egyébként szerintem a nőknél, hogy ilyen meglepetés elemet kell bevinni. Tehát, hogy megleped a rendőrnőt? Igen. Tehát a... Nem úgy. Úgy nem, úgy sosem. Úgy sosem, mert akkor nem csak a jogsit igen. Megy, hanem valószínűleg az éjszaka a börtönben esély, egy jön el átőle. Hogy lepnél meg egy rendőrnőt, Bence? Nagyon kíváncsi. Csokorvirággal az ajtajában megnézni, hogy van-e otthon rázatója a bőrömön. Ami viszont működik, és láttam is működésben, én nem vagyok akkor a színész, hogy ezt elkövessem, amikor a férfi mondjuk olyan helyzetben van, hogy ki kell magyarázza magát egy hatósági nőszeméllyel szemben, akkor a nagyon szerelmes férfi, a hőszerelmes férfi archetípusa működik. Szóval most fogok elkésni a meglepetés vacsoráról, nézze, itt van a bombon meg a rózsa, most vinném a feleségemnek, se elfog, 20 éve vagyunk boldog házasok című történet, és van már három, itt vannak a fényképek, tessék nézni, nem? Nem, hogyha ha a fényképet már elő tudod venni, annélkül, hogy félbeszakítson, megnyerted a meccset. Ez igaz, egyébként, ja, nem, szerintem nagyon gáz, tehát erre nincs az a rendőrnő, akinek így könyvbe lábad a szeme, nem, elkezd érzelgőssé válni, és a végén azt mondja, hogy jaj, ó, Endre, menjen nyugodtan haza a gyerekekhez és a családhoz. Ja. Ez ellenszenved szül egyből. Ne! Maradjunk a rendőrös történetén, mert leragadtunk, ja, az hogy ex. Honnan indultunk. Várjál! Beállít az exed és rendőr. Megkérdezett, hogy a gumibotját hoztál első körben, tisztázandó a régi szép idők emlékére. A következő pillanat, én, ha legalábbis ha az ex rendőr lenne, és ott lenne az ajtóban, akkor a következő gondolatom az lenne a gumibot után, hogy Istenem, vajon valamit rosszul csináltam valahol, nem? Nem ez az ösztönszerű reakció? Hát figyelj, akkor reménykedj. Most nyilván múlik azon sok minden, hogy milyen viszonyban váltál el az extől. Igen, mondom én. Tehát, hogy ha repült utánad a igen, Endre megmondta, háznak a felhozatala. Igen. Akkor lehet, hogy megúszod. Hogyha úgy, hogy ez a hátat fordítok neked, és többet nem beszélek veled, na akkor garantálom, hogy mi az, hogy megbüntetnek, a Guantanamo-ban fogsz magadhoz térni. Igen. Mi a helyzet? Persze. Akkor tegyünk fel egy ilyen hipotetikus helyzetet, mert egyikünk sincs konkrétan ebben a cipőben, de mi a helyzet akkor, hogyha a mindenkori ex, és tényleg viszonyrendszertől, elválástól, mindentől függetlenül, olyankor kopog be, amikor egyedülálló vagy és szabad. Nincs család, nincs feleség, nincs élettárs, nincs pasas, nincs hölgy, senki nincs, állsz a kis garzonlakásodnak a bejárati ajtajánál, bocsánat, Endre, 4 szobás tömbházlakás bejárati ajtajánál, és egyszer csak az a hölgy, megérkezik a múltból, akit úgy mondjuk nem is haraggal váltatok-e. Első gondolat, úristen, milyen rumli van a házban. Kettő, reméljük, hogy nem nézi. Édesem, ez lenne az első gondolatod, komolyan, hogy rendetlenség van otthon. Hát persze. Édesem, hát te egy áldott jó férfi ember vagy. No, második gondolat, hogy akkor igen-e vagy nem-e.
Bármi is. Hülye kérdés. Ott van a válasz rá. De gondolat, nem kérdés, hanem gondolat. Nem, olyankor azon gondolkozol, hogy hogy lehetne rámozdulni. Vagy rá kell-e mozdulni. Uh-huh. Ha ilyen, tehát ha szingliként jelenik meg az ajtóban meglepetésszerűen. Honnan tudod? Akkor... Hát de kit érdekel, hogy szinglie, ha már ott van, már bocsáss. Ha megjelenik, akkor szingli is kész. Hát ő igen, kész igen, de ez alap, tehát figyelj, az a nő, aki nem tiltakozik, az szingli. Hogyha tiltakozik, akkor nem tudom. Ilyenkor egyébként, hogyha tökös csávó vagy, abban a pillanatban megfogod a derekát és magadhoz rántod. Mm. Jaj, ez is olyan hollywoodi romcsi. Az nem tudom hollywoodi, de megúszod azt a gondolatot, hogy basszus, azt mondja, pizzás doboz, kólás doboz, egy Playboy középen kinyitva, három zokni, két póló. Vigyük a fürdőszobába, ma ott viszonylag rend van, igen, vagy a konyhába, mert oda úgyse jár. A hálóban, mert le van oltva a lámpa, és el van húzva a függöny. Vagy maradjunk itt. Tegyünk egy... A szomszédok azok majd utána adnak egy értékelést. Tegyünk egy csavart az egész forgatókönyvbe. Igen. Ott az ex az ajtó előtt nyitasz, és azt mondja, na ide figyelj, most jövök anyádéktól. Ja Istenem, ez és az akkor, első mondata? Igen. Akkor mi lesz? Hát én megint csak arra gondolnék, bocsásd világ, hogy ja Istenem, otthon valami baj lett, ha már megérkezik az ex, ráadásul rendőr is. Vagy és már előkészítette a terepet. Milyen terepet? Hát megpuhította anyukát, mielőtt hozzád jött volna. Jaj, te Endre, azért én értem, hogy te öreg vagy, de azért már nem itt tart a világ. Anyukáikat puhítjuk odahaza, hogy mielőtt megkérjük, vagy elvisszük a jánykezét, persze tisztes kivételek vannak mindig, de egyébként gyertek, akkor úgy csavarjunk egyet, hogy ott az ex az ajtóban, és a kezében egy balta. Né, hát mondjuk mi fával fűtünk, úgyhogy ott a munka. Szerusz! Hát nem gondoltam, hogy segíteni. Nézzek meg, gyere ide hátra. Ott volna az az 5 méter fa. Na, jó szórakozást. Kávét kész. Igen, maradjunk abban, hogy még mindig egyedülálló vagy, még mindig garzon lakásban élsz, és ott a hölgy a baltával. Aha. Akkor arra számítasz, hogy el fogja simítani a fejedet, el fogja a hajadat választani középen. Skalp? A baltával. Vagyom, hát nem tudom, belevágja, ezt tanyos frizurának hívták annó, de nem akartam ilyen izé lenni. Figyelj, az, ha fejszével veri valaki az ajtót, nem nyitott ki, maradjunk annan. Hát de nem fejszével veri az ajtót, csak kinyitod az ajtót, és ott van egy balta a kezében. De miért nem nézek ki az ajtón? Megvan a megoldás, már használtuk, gyerekek, azonnal magadhoz rántod, és ugyanaz a forgatókönyv, ami a bencé volt. És már olsz vele, addig így folyamatosan forognak a fogaskerekek. És reménykedsz, hogy megúszod. Így van, így van. Tehát ez a ez az önvédelmi szex. A székely hét szex baltával van. Igen. Ez a te, én, meg a fejsze. Így van, és ezt el is tudom magyarázni majd, ha számon kér valaki, hogy bocs, de fejszével jött. Hát mit tehettem volna? Tehát ez akkor is műkszik, ha nem egyedül garzon lakásban, szingliként, hanem például családdal, azt mondja, minden kertes ház. Az előszobában. A fejszét letámadszod a sarokba. Hát mit is tehettél volna, ha másik baltával jön végső soron, könyörgöm, hát erre nem szabad nemet mondani, hát az hát élni akkor, akarás. Akkor azért a nem az nagyon ritkán van. Ezt még az asszonynak is kire, ne arra, hogy fejsze volt nála. Még van a másik megoldás. Nem szeretem a körülmetélést fejszével. Van a másik megoldás, hogy hátra szólsz a nagycsaládos. Mama, azt hiszem, téged keresnek. Anyós. Jó. Ezután is csók puszi és ölelés. De van-e valami, az internetek nagy okos bugyraiban van-e javaslat, hogy mit is kéne csinálni? Nem, arra vagyok kíváncsi. Reakciókat mutatnak erre. Isten igazából senki nem tud ennek kapcsán tanácsot adni. Reakciókat gyűjtöttem nektek össze, hogy milyen kifejezetten női reakciók történhetnek ebben a pillanatban. Elegészen a fifikás mimikától, a felgyújtom a házamig, és mit tudom én, a nagy boxoláson keresztül, egészen a fejfájás és a migrén fájdalmáig, sok minden is lehet a reakció. Vagy csak simán hátat fordítasz és elsétálsz, vagy becsukod az ajtót. Egyébként egyikünk sem mondta valamiért ezt az egyszerű igen, és nagyszerű változatot. Az egyébként egyszerű, hogy ó, te vagy, hello, szia! És imádkozol, ja, filmből van az ajtó, jó, akkor nincs baj. Szerintem kell adni egy esélyt azért arra, hogy kiderjön, hogy mégis miről van szó. Mert én nagyon nem szeretem az ilyen drasztikus, meg teljesen kirekesztő reakciót. Mit tudhatod, hogy éppen milyen szerencsét hoz az életedbe az a bekopogás? Vagy mit tudhatod, hogy mennyire kétségbe esett, vagy segítségre szoruló az a másik ember, annélkül, hogyha két szót, két mukkot sem váltasz vele. Tehát ilyen szem poénnak persze jó, becsapod az ajtót és kész. Azért a valóságban talán egyikünk se tenné meg.
mi van akkor, hogyha mondjuk ez egy olyan szintű bosszuskodós, fájdalomittas elválás volt ettől az ex-től, hogy ténylegesen, mondjuk nem tudom elképzelni se, de hát, tehát biztos van az a helyzet, tudod, amikor azzal maradsz, hogy az életbe, de tényleg az életbe többet ne is lássam, hallani se akarok, tudni se akarok róla, kézgátán megszűnt létezni, és egy ilyen kaliberű valaki jön, akkor is az az első gondolat, az az első érzés, hogy hát nem-e jó szerencsét hoz az adott illető, nem-e gondban van, nem. Szüksége van segítségre? Szerintem. De hallod, ha gondban van segítsége szükségre, szüksége segítségre, akkor is azt fogod mondani, léces, menj el most. Uh-huh. Válogatja, megint azt kell mondanom. Tehát nem tényleg, tehát hogyha olyan viszonyban maradtatok, hogy meglátod, és hogy vissza kell fogjad magad, hogy ne az legyen, egyet a földre, amit nyilván nem szoktunk már, na, de hogy gondolatban valami ilyesmi megy át a fejeden, őszintén nincs ilyen exem, tehát hogy nincs olyan, akit utálok. De el tudom képzelni, hogy lehet. Vannak olyan helyzetek. Például az a... Na mindegy, majd elmesélem, hogy kikapcsolt mikrofon. Gyere. Nem lehet. De Bence, az még nem garancia arra, hogy ők nem utálnak téged. De itt tevődik fel a kérdés, mégiscsak ő jött bekopogni hozzád. Mm-hmm. Hát lehet, hogy azt hozta magával. Az utálatát. Innen a balta. Most már minden is tiszta és akkor mama. Világos. Igen, hát ez az everywhere you go, always take not the weather, hogy a nóta énekli your hate with you alapon. Nem ne tudom, te. Figyelj, tehát aki haragszik, az köztudottan nem csinál egyebeket, úgyhogy azzal marad. Tehát hogyha azért jött, hogy elmondja, hogy utál, ezt igazán megírhatta volna. Kár volt ezért ide fáradnod. Igen, ilyen szempontból látjátok, sokkal reálisabb, vagy jóval több esély van arra, hogy az történjen meg, hogy tényleg valami váratlan fordulatot hoz az életedbe, nem? Tehát, hogyha azt feltételezzük, akkor, hogy ez egy rosszul lezárt, befejezett viszony volt a tietek, akkor valószínű ő se feltétlenül jó szántából, vagy hatalmas örömében jön kopogtatni, vagy az is lehet, hogy rájött-e, vagy élete értelme, meg ilyen balgasságok, fúj, 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 de ettől függetlenül... Az ilyen telefonhívások nem ilyen kettőkor szoktak megszűnni? De hat vodka után. Seus, te egy életem értelme. Ez kb. Ilyen, nem az igazi. Nem azt a helyzetet kellett volna elképzeljük, az ideális a banonka... Ballonkabát? Ma megettem a banánt, azóta minden banán. A ballonkabátost, amikor ott áll a csávó, becsenged hozzád, így szétállja a banánkabátot. Banán. Ez ma így marad. Jó, a banánkabátot, ez most már legyen. Hívjuk, akkor... hogy szatír, te Bence. Igen. Tehát női változatban valószínűleg működik. Hát az ex-pasid. Hát az ex-pasi nem mind lóbálja himbilimbiét, ott széttárt ballonkabáttal. Hát de figyelj, hogyha lóbálja, akkor az baj. Azt de azért nem, mégis nem úgy illik. Mi azért nem úgy vagyunk kódolva, na állj meg, hogy minket nem. Feltétlenül az van, hogy jön egy pucér férfi az utcán veled szemben, nem az a reakció. Nem, mondom nekünk. Otthon, az de ajtóban. Jó, de alapból nem ez a reakció. Nincs olyan, hogy megsajnálod egy kicsit, hogy szegény majdtál egy szál ballonkabátba. Hát sajnálat az jöhet, de vágyatokért nem kelt, no. Bence. A nőkkel idővel kell elhitetned, hogy vonzó vagy. Ez a férfiak átka. Nem lehet egyből kiállni arra úgy, amilyen szép, teremtett szépségünkben vagyunk. Úgy érzed, egy szál Dávid szoborban nem. Tudod, hogy az, hogy elhitesd egy nővel, hogy te igazából szép vagy, mennyi munkába kerül ez? Tehát igen, Endre, tudom. Nem elég egy balonkabátot szétnyitni, barátom. Tehát, hogy... Bocsánat, nem tudom a héten hányadszorra, de ki kell mondjam, hogy te vagy ennek a műsornak a bölcse. Én annyit tanulok tőled, köszönöm. Esküszöm. Te vagy a haza bőcse. Így van. Bőcse, bőcsődébe. Apropó bőcsődéket építenek. Igen, de nagyon-nagyon komoly az, amit mondasz. Tehát minden, ami udvarlás az, hogy elhitetjük azt, hogy nem vagyunk csúnyák. Igen, de ez így folyamat, hosszú időn keresztül. A cool, a megjelenésem nem csúf, Bakker, az cool. Én így vagyok cool. Yeah. Én így nézek ki, nézzétek, tehát olyan szakállam van gyakorlatilag szerintem Hunor most már, hogyha elmegyek a fodrászat előtt, így berángat, és erőszakkal lenyírja, na mindegy. Előbb-utóbb az is. Hunor, aki a balonkabátban áll. Igen, mi mindig és egyfolytában stílust teremtünk, amit nem követ senki. De hogy nem, mi magunk viszont mi nagyon következetesen csináljuk ezt. Azt ne felejtsd el, hogy amikor mindig kijelentik, hogy a férfiaknak a szoknya a divat, vagy nem tudom, a bőrtanga a divat, vagy akármi, akkor heteró férfiaknak egy igen nagy százaléka mellett, mondjuk olyan 99, ezek a divatvonalok, ugye, bár az utóbbi időben elnézve azokat a legényeket, akik bokazokniba járnak januárban, és bokánál rongyos nadrágba járnak, akkora méretben, mint a barátnőmé, ott azért egy kérdőjel felmerül. Megvan az elterelő hadművelet, válasz. Na. Nyílik az ajtó, ott az exed. Szia, jé, még mindig megvan ez a kabátod? És talán az a kínos csend. Igen. Hármas szabály. A maga nemében páratlan.
Még korábban beszéltünk a mai hármas szabályban a különböző használati tárgyainkról, amit egészen nem jól használunk, vagy nem tudjuk, hogy arra is, vagy erre is éppen jó lenne. Beszéltünk erről az utazós párnáról, ami nyakba való igazából, hogy is elől, hátul legyen, az a nyílással, hogy is legyen. Hát megoldotta ezt Lali nekünk, azt írja. Sziasztok, Lali vagyok. Én amikor utaztam hosszú útra, én ilyen párna helyett feles flakont használtam. Ha párna nincs, ez is megteszi. Amúgy tényleg így van, a szegény ember lova az a szamár, jól tudjuk. Igen, igen, ez egyébként jó ötlet, köszönjük szépen, illetve Szabolcsnak én köszönöm külön eme remek gondolatot a férfiúi szépség apropóján, többek közt a kopaszodás is szóba került, ugye ma? Na azt mondja nekünk Szabolcs, hogy a szép arcnak hely kell, ezért kopaszodik a férfi. Nagy igazságokat szól ma a szánk. Mm-hmm. Nézegetem közben, hogy ki is az ifjúság és sportminiszter, és hát én vagyok a hülye, hát Eduard Novák. No. Persze, írja a net, ugye, na mindegy. Miért nézem? Ágnes üzenete miatt. Azt írja, hogy újra itt vagyok. Ha jól emlékszem, május 2-a az ifjúság napja volt. Nem tudom, most van-e ifjúsági miniszter Rize óta, aki az EBA barátnője volt, lehetne javasolni. Sok sikert. Hát az a baj, jó is lenne, ha hallgatnának ránk. Annyi mindent javasoltunk már. Néhányaknak például azt, hogy az autópályaépítés mulasztásáért már megint szökjenek kaszába, de azt se tartották be. Egyébként ez ugye annak apropóján került szóba, hogy még valamikor az első téma kibontásnál beszéltünk az idei szabadnapokról, és én most újra felgörgettem a naptárat. Jól működne ez az Ágnes féle javaslat, lévén ugye, hogy május 1-e, mint hivatalos munkaszüneti nap, az vasárnapra esik idén. Ha másodikát is megadnák, mint az ifjúság ünnepének napja, akkor a hétfőnk szabad lenne. Ráadásul következő évben, ugye, hogyha az 1-e és 2-a is szabad lenne, ez azt jelenti, hogy hétfő kedd is szabad lenne. Abszolút, de kellene ajánljuk valakinek. Nem is bolond ötlet ez. Itt van május 2-a, akkor sem megyünk melóba. Működik a dal? Ha nem, akkor garantálom azért, hogy otthon lehessen ülni, egy csomóan el fogják énekelni még. Hát, mondjuk azt, hogy kevésbé szépen, enyhén falcsul is. És amennyiben meg szeretnék majd íratni valakivel pályázati kiírás formájában az ifjúság himnuszát, itt van a Kodály és Liszt díjas kis Bencink, aki ezt majd vállalja, és teljesen rendben is lesz. Lehet, hogy egy-két román lejárt popslágerből fog idézni, egy-két dallamocskát és egy-két banánt, ettől függetlenül jó sikerül a dolog majd. Egyértelmű. Jó sikerült egyébként Dávid üzenete, és már nem emlékszem, mi kapcsán, melyik témán kapcsán beszéltünk arról, hogy az autó tetején felejtünk hát bármit a kupak, is. A rosszul használod a kategória. A használati tárgyak, így van, így van. Na, azt írja nekünk Dávid, hogy én egyszer egy csésze kávét hagytam a kocsi tetején, mikor itthonról elindultam. Két útkereszteződéssel arrébb leesett a kávé, lefolyt az autó oldalán, és a bögre eltört. Hát nem baj, hál' Istennek azért ez nem képviseli a nagy anyagi értéket. Dávid, még mindig jobb, mint hogyha a fejedbe esett volna, ugye az még fájt is volna. Én azt nem tudom elképzelni azt a helyzetet, hogy valaki rendes ilyen cseri bögrével indul el valamiért munkába. Bár vannak ezek a kávé elvitelre típusú bögrék, azok kifejezetten autós változatban szintén lehetnek cserébből. Bocs. Ahogy a Székely szoktam mondani, it's an honest mistake, egy őszinte tévedés, nincs semmi gonosz szándék benne. Szerintem mindenkivel, akinek autója van, előbb-utóbb előfordul, hogy valamit az autó tetején hagy. Uh-huh. Volt már, aki ezt laptoppal csinálta meg. Én a pénztárcámmal csináltam, illetve nem is a sajátommal, hanem a szobatárs, a lakótárs pénztárcájával még egyetemista évek alatt. Hát mondanom sem kellett, hogy furikáztunk egy adagot még a sötétbe az esti órákba, hogy hát hol megtaláljuk, és megtaláltuk szerencsére. Na, az ám az öröm. Kedvencem, amikor elfogy a buliban a sör, persze kerül egy szolgálatos sofőr, ki kell futni a benzinkútig, csak az van nyitva. Na, mit felejtettek szerintetek az autó tetején induláskor? Nehogy a sör. A legények, már pedig teljesen rekeszestül, rekeszestül, rácsostól, vagyis a ládástól, ahogy mifelé mondják, mindenestől, mert ugye mi volt a dilemma? Az volt a dilemma, mint utólag elmagyarázták a vétkesek, hogy miért csak egy sör érkezett meg éppen az egész ládából. Az volt a dilemma, hogy ha rárakják a csomagtartóra, azt nem lehet felnyitni. Ugye hát egyén spicces emberek logikája, ezért felrakták nagy erőködéssel az autónak a tetejére, aztán felnyitották a csomagtartót, belenéztek, nem értettek, hogy mit akartak belerakni. Aztán beleültek az autóba, és elindultak vele. Te a sofőr se volt józan, mert ezek után gyanús a dolog. Gyanús a történet, igen, minden esetre, úgyhogy óvatosan az ilyesmikkel. És egyáltalán ittasan, alkohol ittasan és alkoholfogyasztás után senki ne vezessen sehová, még a benzinkútig sem. Egyébként miért nem tették be egyszerűen a hátsó ülésre, vagy a csomagtartóba? Mert ott meg az emberek ültek, mert
négyen mentek, hogy legyen bátorság sört venni. De ilyenkor hát ott még elfér egy láda sör a négy ember mellett. Igen, valaki az ölébe vehette volna a gyereket. Kérem szépen, ezt a mulasztást nem is fogjuk megbocsájtani már ebben az életben. Hármas szabály. A maga nemében páratlan.